egyház az mindig az ember és a családpartján kell, hogy legyen. Bátaszékre látogatott Felföldi László pécsi megyés püspök, aki Bozsolik Róbert polgármester meghívásának tett eleget. A találkozó során megbeszélték az önkormányzat és az egyház kapcsolatát, azt, hogy hogyan tudják segíteni egymás munkáját, hiszen mindketten ugyanazért a közösségért dolgoznak. Hogyan tudjuk összehangolni a közösségépítő feladatainkat, amely adott esetben magáról kimondottan az emberekről szólnak, illetve azokról az értékekről, amelyeket közösen kell gondozzunk az elkövetkező időszakban is, hiszen az egyház nagyon sok és szép építészeti értékkel rendelkezik Bátaszék közigazgatási területén. Gondolunk itt például magára a plébánia templomra, ami az elmúlt években is komoly felújításokon esett át, de vannak még feladataink, amit szeretnénk az egyházzal közösen megoldani, akár a templom kerítésének felújítását, vagy a belső udvar vízelvezetését, sőt abban is gondolkodunk, hogy adott esetben egy olyan műszaki megoldást találjunk, ami mondjuk a plébánia gazdasági lehetőségeit is tudná erősíteni, például egy altemplomnak a megépítésével, ami temetkezési célt is szolgálhatna. A találkozás során szó esett az ország egyik ritkaságáról, a síkvidéki kápolnáról, aminek a felújítása is egy közös munka eredménye lesz majd. Magában a fenntartásban most is egy kicsit segítkezünk, hiszen a város próbálja gondozni az épület környékét, és néhány héten belül talán el is indulhat majd az egyház közreműködésével maga a felújítás is. Tehát a céljaink közösek, ebben egyeztettünk püspök úrral, és megerősítettük azt a szándékot, hogy együtt kívánunk működni, és segíteni kívánjuk egymás munkáját. Bozsolik Róbert beszélt arról is, hogy pár héttel ezelőtt megtalálták, felszínre hozták, és meg is tudták szólaltatni a dolinai harangot, ami egykor az 1930-as évek közepén az ottani kápolna tornyát díszítette. Sokáig úgy tudtuk, hogy végleg nyoma veszett ennek a harangnak, de néhány évvel ezelőtt fény derült arra, hogy csak óvintézkedési céllal a földterületnek a tulajdonosa a területen lévő kútba engedte le valamikor a 70-es évek elején ezt a harangot azért, hogy meg tudjuk tartani az utókornak. Egy kicsit ugye feledés homályába ment, és nagyjából egy fél évvel ezelőtt vetődött fel annak a gondolata, hogy hát próbáljuk megkeresni ezt a harangot. Hát nem volt egyszerű feladat, hiszen az elmúlt 50 év alatt maga a környezet is teljesen átalakult, de kitartó munkával, egy vállalkozó önzetlen segítségével, a tulajdonosnak az emlékekben való kutatásával végül is sikeresek voltunk, és eredményes lett a kutatás, és most már a városi könyvtárunk ablakában meg is tekinthető maga a harang, ami 1937-ben Szekszárdon lett öntve. Néhány hétig most itt mindenki megnézheti, és hát majd plébános úrral közösen végig gondoljuk, hogy hol lesz majd az a hely, ahol hát reméljük, hogy évszázadokig még bátaszékieket fogja a hangjával elkápráztatni ez a harang. Nagyon egyszerű dolgom van, mert csak hogy 500 egyházközség van, és annyi polgármester, de igyekszem. Ahogy a beszélgetés során is említette Felföldi László püspök, több száz egyházközösség tartozik a fennhatósága alá, amiket szeretne végigjárni és megismerni a vezetői feladatokat ellátó polgármestereket. Minden egyházközségnek szeretem látni a valós életét, és igyekszem ebben meglátogatni az intézményeket is, és ebben benne van a polgármesteri hivatal is. Most az aktualitását természetesen vannak helyi feladatok, ügyek, amiket itt együtt intéz az önkormányzat, egyházközség. Ezekről is beszéltünk, és természetesen egy emberi találkozás, kapcsolatépítés. Feladatok folyamatosan itt vannak. Az egyik a Kálvária felújítás, aminek most hál' Istennek elkészült az aláírása. Nagyon szomorú, hogy elhúzódtak ezek a munkálatok, de innentől mindent megtettem, hogy a központi iroda tudjon gyorsan lépni, segíteni, úgyhogy mától kezdve azt kell mondanom, hogy végre kimozdultunk, és akkor elkezdődhetnek a munkálatok. A másik a toronynak a problémája, ami tudom, hogy nagyon kellemetlen és nagyon nehéz ügy itt. Ebben is személyesen lépek, és
mindenkit biztosítok, hogy a lehető legrövidebb időn belül ennek meg kell találnunk azokat a műszaki okokat, amik okozzák a problémát, és hogy hogyan lehet ezt elhárítani. Ez szakmai kérdések lesznek, de nagyon gyorsan le kell ezt zárnunk, és újra rendbe kell tenni a tornyot. Felföldi László azt is elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy a városvezetés és az egyház is ugyanazokért a családokért, emberekért dolgozzon és tevékenykedjen, mindezt egyetértésben és szeretetben.